Már bontják a falakat Pakson utcai bölcsöderégi épületében, mely idén ősszel újra kinyitja kapuit. A demográfiai változások miatt 2007-ben zárták be a bölcsödét az akkori testület döntése alapján. Az elmúlt években a születésszám növekedése és az atomerőmű bővítés miatt várható lakosság szám emelkedés teszi szükségessé a bölcsödei kapacitás bővítését, ezért döntött a jelenlegi testület a visszaállításról. Arra gondoltunk, hogy akkor újra nyitnánk a Kápolna utcai bölcsödét, a régi bölcsödét, ami az ifjúságúton található, a bóvita bölcsödét pedig felújítjuk, majd miután ezt sikerült felújítani és átadni majd a, a paksiaknak. Első körben 762 millió forintból a három pavillonos Kápolna utcai épület és az udvar újul meg 21. századi igényeknek megfelelően. Minden pavilonban két-két csoport szobát tudunk kialakítani, ez azt jelenti egyébként, hogy hat csoport fog működni ebben a bölcsödében. Ez azt jelenti, hogy plusz 80 férőhelyet tudunk biztosítani majd a, a paksiak számára. A felújítás során egy 14 beállású parkoló is épül a bölcsöde mellett. A beruházás várhatóan augusztusban fejeződik be, mely 15 új munkahely létrehozására is lehetőséget ad.